A magyar bankok továbbra is időzített hitelbombán ülnek. A nem teljesítő hitelek mértéke ugyanis már több mint ezer milliárd forint. A három hónapnál régebb óta nem fizető ügyfelek kétharmadának tartozása pedig már meghaladja az ingatlanjuk értékének 90 át tehát lassan nem lesz fedezet. Az adatokból az derül ki, hogy az se segített, hogy a bankok könnyítést ajánlottak fel. Gyömöre Máté mondja el a részleteket. Bár a devizahiteles kérdés megoldódni látszik, a bankok egyelőre még nem lélegezhetnek fel. A nem teljesítő lakossági hitelek állománya ugyanis öt év alatt csak nem a négyszeresére nőtt. Míg 2009 márciusában még csak 329 milliárd forinttal tartoztak a nem fizető adósok, addig 2014 decemberében már több mint 1200 milliárd forinttal. Az egyes hiteltípusokon belül egyértelműen látszik a lakáshitelek fölénye. A forint alapú, szabad felhasználású jelzálók hitelek csak nem harmada késedelmes, hasonlóan a deviza alapú szabad felhasználású jelzálók hitelekhez. A deviza alapú személyi kölcsönök negyedénél tartoznak több mint 90 nappal az adósok. Ehhez képest a kormány által megmentett lakás hitelesek csak alig több mint 18%-a nem tud időben fizetni mégsem lélegezhetnek fel a bankok. A nem fizető ügyfelek 63%-ánál ugyanis a tartozás összege már meghaladja az ingatlan értékének 90%-át. Ez persze a bankok elszámoltatása után némileg csökkenhet, kérdés mennyivel. A pénzintézetek minden esetre korábban is próbálták a problémás ügyfelek hitelét a könnyítés érdekében átstruktúrálni. Ez azonban a jelek szerint annyira nem sikerült. Az átstruktúrált késedelmes hitelek 54%-át már több mint 90 napja nem törlesztik. Gyomerem áté, 7.24.